Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök Kultúrszoba című magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. Ripple Rónai József legszebb képeiből nyílt kiállítás. Az időszaki tárlat a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeumban látható. 17. nemzeti vágta. Magabiztos győzelmet aratott Decs. A Matthias Corvinus Kollégium tudásközpontként is működik. Ismerjék meg a tehetséggondozó intézmény szekszárdi képviseletét. Szekszárdi Művészettörténeti Szabad Egyetem. Az idő és a műtárgy az egyetemes kultúra történetben volt a téma. A Wosinski Mór Múzeumban Ripple Rónai József legszebb képei válogatás a Ripple Rónai Múzeum gyűjteményéből című időszaki kiállítás nyílt. Jelentős kulturális esemény ez a múzeum és Szekszárd életében. A kaposvári Ripple Rónai Emlékháznak helyet adó Róma Villa a művész egykori otthonát felújítás miatt bezárták. A gyűjtemény legértékesebb darabjait Szekszárdon állították ki. A Wosinski Mór Múzeumban 9 hétig lesz látható az az időszaki tárlat, amely egy válogatás Ripple Rónai József legszebb képeiből. Örömmel hoztuk ezeket az alkotásokat, mert Ripple Rónai a mi városunknak a kiemelkedő európai hírű festőművésze, szülötte, aki nem csak a párizsi tanulmányok után hazatérve Kaposváron telepedett le, hanem megújította az egész magyar képzőművészetet, festészetet. Azok a képek, amelyek itt a háttérben vannak, ezek mutatják meg a megújulásnak a jeleit. Egy olyan stílust alakított ki, amelyet ő Párizsban már az ottani művészekkel együtt új korszakként teremtett meg, és ezzel a úgynevezett kukoricás stílussal, amely kisebb-nagyobb pöttyökből áll össze, egy olyan faktúra keletkezik a képen, amely összhatását tekintve nagyon dekoratív, és azt hiszem bármelyik mai szalonnak, lakásnak a díszévébe válhat. Nos, ezek a képek kérem szépen több millió forintot érnek, több százmillió forintot érnek, megtalálhatók itt Ripple Rónainak a fekete korszakából jellemző néhány kép rögtön a bejárat mellett. Ez még a párizsi időszakot idézi, amely egy sajátos stílust képvisel. Ez még az az időszak, amikor Ripple Rónai a nagy magyar és talán legnagyobb magyar festőművész Munkácsinak az inasa volt. És miután úgy gondolta Ripple Rónai, hogy a Munkácsit, ha ő inasként szolgálja, festészetét kiegészíti, nem lesz soha önálló stílusa. Ezért kivált ebből a festőcsoportból, és kereste azoknak a fiatal francia festőknek a barátságát, és azokkal egy úgynevezett Nabis-féle festőcsoportot alkotva új stílusokat próbáltak ki. Ebből a korszakból való ez. Ripple Rónai, miután hazatért 1902-ben Párizsból, akkor ezt a stílust feladta, viszont azokat a gondolatokat, frissességet, amit ott Párizsban magára szedett, azt tovább folytatta Magyarországon. Elérkezünk 1906-hoz, amikor Budapesten egy nagyszerű, nagyméretű Ripple Rónai kiállítást nyitottak, és ez az 1906-os kiállítás során az akkori nagyközönség elkapkodta a rekord áron azokat a képeket, amelyeket kiállított. A kiállított 38 alkotás között szerepelnek olyan művek, mint Bányai Elza fekete kesztyűs, vonzó fiatalságot és gyengéd nőiességet árasztó pasztelportréja, vagy a kertjében különleges finomsággal megörökített ikonikus megyfavirágzás. Segítséget tudunk kérni a Magyar Művészeti Akadémiától, amit meg is kaptunk, úgyhogy óriási öröm, hogy itt lehet egy ilyen kiállítás. Én azt gondolom, hogy a jövőben azt beszéltük igazgatóúrral, hogy hát ez legyen a minimum, tehát ne adjuk lejjebb, és ilyen jó kiállításokat hozzunk ide a városba, mert megérdemli ez a város, hogy kicsit nagyobb művészeti élet és egy kicsit fölpesdüljön. Ripple Rónait egyébként én nagyon szeretem, én főleg a
paszteljeit szeretem igazából, nagyon finom, gyönyörű átmenetek, gyönyörű puhaságok vannak benne, a pasztel bambú is egyébként az van, és hát mindig irigykedtem, amikor Kaposvárra jártam, hogy na, ott azért milyen, mennyire, mekkora kultusz van, és hogy milyen fantasztikus, hogy mondjam, föl tudták építeni a riprónai kultuszt, ami azt mondom, hogy ugyanúgy nekünk is járna, és mi is tudnánk egy ilyet csinálni, és hát a jövőben megpróbálunk akkor ezen dolgozni, hogy a mi értékeinket, amik itt vannak a városban, ami nem feltétlenül festészet, de van irodalom, van zene, hogy akkor ezzel tudjunk így adni egy ilyen emelt kulturális életet. Múzeum történeti esemény ez a mai nap, hiszen egy olyan kaliberű alkotónak a kiállítását nyitottuk meg, aki nem csak magyar szinten számottevő, hanem európai és világszinten is a művészetét fontosnak és meghatározónak tartják. És hát ő ugye nem más, mint Riprónai József, aki itt a Dél-Dunántúlon élt Kaposváron, a szomszéd vármegyében. Ehhez az apropót az adta, hogy egyrészt egyfajta folyamatos párbeszéd és egy jó munkakapcsolat a két múzeum között, másrészt pedig a Róma villának a felújítása. A művész mind a négy alkotói korszakából érkeztek festmények. A 19.-20. századi milliót jeleníti meg a tárlat, mely a Vasinszky-Mór Múzeumban december 15-ig lesz látható. A Nemzeti Vágta egy évente megrendezett történelmi hangulatú lovasverseny, amely célja szerint a magyarság határokon átívelő hagyományőrző fesztiválja. Idén magabiztos győzelmet ünnepelhetett Decs nagyközséget képviselve Tóbiás Zsuzsa a 2024-es Nemzeti Vágtán Galaxi nyergében. Immáron 17. alkalommal rendezték meg a Nemzeti Vágtát. A szilvásváradi megmérettetésen Galaxi történelmi sikert aratott, míg lovasa Tóbiás Zsuzsának első alkalommal szólt a himnusz a lovas kultúrát népszerisítő versenyen. A 22 éves lovas elmondta, hogy egész életében erre az eseményre készült. A mindent eldöntő végső vágta mezőnye történelminek mondható, hiszen korábban még sosem fordult elő, hogy csak női résztvevői voltak. Június óta vagyok most Molnár Gyöngyinél, hiszen előtte Olaszországban voltam, így is beszéltük meg Molnár Gyöngyivel. Sok kondíció munka elsősorban, hiszen a középdöntő és a döntő 5,5 kör volt, szóval oda nagyon sok tüdőmunka kellett a lovaknak. Heti 5-6 napot edzettünk a versenyre. Nem egy egyszerű ló, de azt gondolom, hogy megtaláltam vele a közös hangot. Igazából én már régóta ismerem őt, hiszen mikor ide került, akkor pont itt voltam Molnár Gyöngyinél, akkor ki lehet mondani, hogy akkor kezdtem ezt a galop stílust elsajátítani, és Molnár Gyöngyi mondta, hogy próbáljam ki, és már akkor első látásra szerelem volt ez a ló. A 9 éves herélt magyar férvér Galaxi örökös bajnok státuszba lépett a Nemzeti Vágtán, hiszen sorozatban harmadjára győzött. Molnár Gyöngyi, aki kétszeres Nemzeti Vágta győztes és tréner, elmesélte nekünk, Galaxi miért is Decset képviselte a verseny során. Pap Gyula, aki a ló tulajdonosa, ő egy helyi vállalkozó, egy decsi vállalkozó, és ő már nagyon-nagyon régóta imádja ezt a versenyt, a Nemzeti Vágtát, és azon keresztül keveredtünk mi így ismertségbe, vagy lettünk nagyon jó barátok, mert most már mondhatom, hogy inkább barátok vagyunk, mint munkatársak, vagy tehát nem hivatalos igazából a viszonyunk, egy nagyon-nagyon-nagyon jó ember. És nagyon régóta szerette volna, hogy Decs ott álljon a dobogó legfelső fokán. A Nemzeti Vágta fő célja a nemzeti hagyományok ápolása és kapcsolatteremtés, hídépítés a Kárpát-medencei települések között, valamint a magyar vidék és Budapest között Magyarország újbóli felemelése a lovas nemzetek sorába. Nem csak Magyarország, hanem a régi nagy Magyarországon élő
felvidéki, illetve más határos országokból élő magyarok is jöhetnek ide, és én azt gondolom, hogy ez már felülmúlja azt is, amit az elején elképzeltek maguk a rendezők. Tehát, hogy emiatt kell a kötődés, kell a település, ahhoz, hogy tudjuk, hogy kit képviselünk ott. A felkészülés az nem igazán különbözik abban, amit a galopsport megkíván, ugyanis ez is egyfajta galopsport, csak ez speciálisabb fajtája, ugyanis sokkal kisebb kerületű körön kell a lovaglást, illetve a pálya belovaglását megoldani. Szerintem ez sokkal nehezebb, mint egy kincsenparki lovaglás, sokkal speciálisabb. Zsuzsi pedig már gyerekkora óta ismerem, gyerekkora óta jár ide hozzánk, úgyhogy tényleg szinte nyomon követtem azt, ahogy ő felnő, illetőleg még az én időmben, amikor én versenyeztem, a szüleivel együtt versenyeztem, vagy a szülei ellen, úgyhogy mondhatom, hogy az ő családja tényleg egy vágtás család, akinek a leszármazottja Zsuzska, akinek sikerült a szülei álmát is valóra váltani, szóval én azt gondolom, hogy ez többszörösen is fantasztikus dolog. Harmadszor nyertem meg Zsinórban egymás után a nemzeti vágtát, különböző pályán, ugyanis a Hősök terén is diadalmaskodott még, sőt, ott ráadásul kétszer volt második helyezett is, ugyanis a legelső alkalommal is rögtön már második volt, tehát ott is kitűnt már, hogy egy komoly tehetség rejtőzik benne. Illetőleg itt Szilvásváradon is hiába volt kisebb kerületű a pálya, ez sem okozott neki problémát, mert tényleg akkora klassz és fantasztikus lóról beszélünk, fantasztikus tehetség. És hát így a legnagyobb boldogság is, hogy ő emiatt örökös bajnok lett, az mellett a legnagyobb szomorúságunk is, mivel nem tudjuk, hogy mi legyen a ló további jövője, ugyanis az örökös bajnoki címmel a jövő lehetőségét is valamilyen szinten elvettük tőle, vagy megfosztottuk tőle, mert mivel ő ebben specialista, nem tudom, hogy mit teszünk majd vele. Hát lehet, hogy nézegetjük őt a karámba, amíg lehetséges. A jelenleg hatályban lévő szabályok alapján Galaxy, az örökös bajnoki címmel rendelkező ló, nem vehet részt a továbbiakban nemzeti lovas versenyen. Hát ő a versenyszabályzat tiltja, hogyha a ló háromszor nyer, akkor többet nem indulhat a nemzeti vágtán. Ez a lovasokra nem vonatkozik, ők nyerhetnek akármennyi alkalommal, a ló viszont csak 3 győzelmet tudhat magáénak. Eddig 2 ilyen ló volt a vágt történetében, Májboly Mennydörg és Németh János lova, illetve Fantázia, aki a Szabolcski család tulajdona volt. Ő is mind a 2 kétszer nyert, de a harmadik egyiknek sem sikerült. Én azt gondolom, hogy ha teljesen egészséges maradna, ugyanis a sérülés az bármikor benne lehet, de hogyha ez nem akadályozna minket a készülésben, akkor én szerintem egy 4-5 év még biztosan lehetne benne, egy 4-5 győzelem. Szomorú, de nem tudjuk, hogy mi legyen vele, mert teljesen egészséges, jól érzi magát, fantasztikus, kirobbanó formában van, és egyszerűen nincs jövőképünk a lóval kapcsolatban. Az előző években nagyon kevés település volt, akiről ennyire éreztem azt, hogy ugyanakkor a boldogság, mint amilyen nekem, illetve a Zsuzskának, mert amióta már én nem versenyzem lovasként, de át tudom érezni, ugye én is nyertem kétszer, tökéletesen átérzem az ő boldogságát, tudom, hogy milyen ez most neki, és ugyanolyan jó érzés nekem, mintha én nyernék annó így csapatként, mindannyiunknak ugyanaz a boldogság, viszont településről soha nem kapok annyi visszajelzést vissza, olvasom a social media felületeit, látom, hogy ott van, hogy gratulálok, 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 de ez valahogy nem olyan, mint amikor például tegnap a polgármester úrral, Tiborral találkoztunk, és láttam rajta azt a boldogságot, azt a lelkesedést, és ahogy elmondta, hogy a decsi településen élő emberek, hogy micsoda ovációval fogadták például a héten, ahogy volt az idősek nap, és hogy micsoda hatalmas tapssal fogadták. Ezek a visszajelzések azok, amik most eljutottak úgy hozzám, hogy érzem azt, hogy egyként boldog mindenki, aki e mögött áll. A győztes ló és lovasa az arany sarkantyú díjat viheti haza, az őt benevező tulajdonos pedig 5 millió forintot, és 1 évre megkapja nemzeti vágta vándor szabjáját.
A Matthias Corvinus Kollégium tudásközpontként is működik. Képzései mellett mobilitási programokat működtet, széleskörű ösztöndíjprogramokat biztosít a fiataloknak, könyveket ad ki, tudományos írásokat jelentet meg, nemzetközi és hazai konferenciákat, vitafórumokat szervez. Ismerjék meg a Tehetséggondozó Intézmény szekszárdi képviseletét! Az MCC a nemzetért és a szűkebb közösségükért tenni akaró lelkes fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy a tehetségüket kibontakoztathassák. A legkitűnőbb hazai és külföldi oktatóktól tudnak tanulni az MCC-s diákok. Fontos kiemelni azt, hogy mindez térítésmentesen, anyagi és földrajzi helyzettől függetlenül tehetik meg a diákjaink. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az MCC az elmúlt időszakban hatalmas hangsúlyt fektet az úgymond nemzetközi térnyeréseit. Arra gondolok elsősorban, hogy Brüsszelben nyitott az MCC képzési helyszínt, ezáltal a felvételt nyert diákok gyakorlatilag testközelből láthatják, tanulhatják az Európai Unió működését. Ez úgy gondolom, hogy egy rendkívül fontos dolog a mai világban, hogy a nemzetközi tanulmányi jellegüket tudják erősíteni. Ehhez kapcsolódva megemlíteném még, hogy az MCC az elmúlt időszakban az ESMT Berlin üzleti egyetemmel kötött együttműködési megállapodást. Ennek tekintetében éves szinten több mint 20 MCC-s diák tanulhat kint Berlinben. Ez az egyetem egyébként Németország úgymond legmagasabban rangsorolt üzleti egyeteme. És folytatva a sort, megemlíteném még azt, hogy a Bécsi Modul Egyetemmel is, Modul Egyetemben szerzett tulajdonrészt az MCC, így diákjaink most már Bécsben is tudnak ösztöndíj jelleggel tanulni. Azért mondtam ezt el, és azért soroltam fel, mert ugyan mi itt Szekszárdon vagyunk, szinte a legkisebb képzési központ, azonban azt tapasztalom, hogy egyre több diákunk ismeri föl azt a lehetőséget, amit globálisan tud nyújtani számukra az MCC. Ugye hozzánk a legjobb esetben általános iskola felső tagozatban, 5. osztályba kerül be egy diák, majd felmenő rendszerben a középiskolás programban folytatja a középiskolás tanulmányai mellett itt nálunk is a tudásának a bővítését. Ezt követően pedig egyre több diákunk dönt úgy, hogy az MCC egyetemi programjába is becsatlakozik, ami az 5 nagy egyetemvárosban működik. Így gyakorlatilag egy olyan képzési szortimentet kaphatnak, amit felnőtté válásuk során gyakorlatban is tudnak alkalmazni. Mint hogy minden évben idén is megnyitottuk a lehetőséget a diákoknak, a középiskolás diákoknak a középiskolás programunkba történő jelentkezésre, idén, december 14-ig tudnak az érdeklődő diákok csatlakozni hozzánk. Gyakorlatilag Szekszárd középiskoláiból és a vonzás körzetéből várjuk az érdeklődő tanulókat. Én azt szoktam mondani, hogy az MCC egy tudásközpont, egy ilyen szellemi svédasztal, amiről a diákok válogathatnak, és olyan diákok a tagjai programunknak, akik általában többet szeretnének kihozni saját magukból, tanulásra, fejlődésre vágynak, és nyitottak a világ dolgai iránt, a közéleti témák iránt, és ebben szeretnének segítséget kapni. Maga az MCC-nek a programja több elemből áll, alapvetően tandíjmentes iskolai időn túli képzéseket kínálunk a diákoknak. Részt vehetnek angol és német nyelvű nyelvi kurzusokon, illetve rendszeresen szervezünk a számukra workshopokat, amelyeknek több célja van. Egyrészt az a célja, hogy felkészítsük a diákokat az egyéni és a csoportos munkavégzésre, hogy fejlesszük különböző szociális készségeket, mint például a kommunikáció, a prezentációs készségek, a stresszkezelés, vagy akár a vita kultúrájuknak a fejlesztése. De célunk az is, hogy a diákokat támogassuk a pályaorientációban, és olyan szakmákba, területekbe nyújtsunk nekik betekintést, ami segíti őket az orientációban a jövőben, és ami azt még támogatja, hogy ebben a szakmájukban tapasztalt oktatókkal, szakemberekkel, szaktekintélyekkel dolgozunk együtt, akik csoportosan és egyénileg is mentorálják a diákjainkat.
Fontosnak tartom még elmondani, hogy nagyon fontos a nemzetközi kitekintés nálunk, tehát nem csak többnapos belföldi tanulmányutat szervezünk a diákjaink számára, de rendszeresen viszük őket külföldre, többek között Németországba, Franciaországba, Görögországba, de voltunk már Angliában és Skóciában is a diákokkal. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy összességében az MCC egy intellektuális tér, ami nem csak inspiráló és motiváló közösséget ad a diákoknak, hanem úgymond egy gyorsító pálya a sikerhez és az életben való boldoguláshoz. Vannak úgynevezett extra kurzusok, amik direkt arra mennek ki, hogy a helyi sajátosságokat ismerik meg a diákok. Például pont két hete voltunk a szekszárdi nyomdában a hatodikosokkal, mert hogy van egy olyan extra kurzusok, aminek az a neve, hogy Techguru, és ennek egy állátogatás a lényege. Most nyilván ez a pécsi hatodikosoknak is van, de hát ők nem a szekszárdi nyomdába fognak jönni. Minden év folyamon 25 fő a maximum. Most pont a 2024-25-ös tanévbe érett be, úgymond a program, tehát majdnem 100 diák van. Tehát most értük el azt, hogy van 5., 6., 7., 8., tehát teltházzal üzemelünk. A művészet történeti korszakok áttekintése során tárul fel a képzőművészet történetének belső összefüggéseinek rendje. Az idő és a műtárgy volt fókuszban a szekszári művészettörténeti Szabad Egyetemen dr. Aknai Tamás előadásában. Kis korszakok, nagy korszakok, az idő és a műtárgy, előadta dr. Aknai Tamás. Nagyon izgalmas és több kort átélő, kendőzetlen megfogalmazások a művészet történész által. Rengeteg a tudásunk a múltról, noha ez a tudás fenyegetve van politikai szempontokkal és egyszerűen fiziológiai okok miatt is, az ember felejt. A művészettörténet ténytudomány végeredményben, és a ténytudományok többsége rá van szorulva arra, hogy osztályozzon rendszereket, hozzon létre. A 19. század a nagy osztályozások évszázada volt a művészettörténet tudománya számára. A nagy korszakokat végeredményben a 19. század fizikai lehetőségei teremtették meg. Azt tudnilik, hogy bejártuk a világot, és szembe találkoztunk a centrumok és a perifériák sokaságával, és ezek új rendszereket követeltek megfogalmazni, és létrejöttek az időben is, és a térben is rendszerek. A művészet történészek a 19. század végétől különböző korstílusokat társítottak az európai középkorhoz és újkorhoz, melyeket a formai különbségek figyelembevételével tettek. Ezek a korszakok magukról tudták, hogy micsodák a reneszánsz, Quattrocentójának és Cinquecentójának emberei pontosan tudták, hogy hova tartoznak a térben és az időben. Csak az utána következő nemzedékek számára tolult egymásra. Az a sokféle egymástól jól megkülönböztethető idea és kreáció, amit a művészettörténet a maga tartalmának mond. Tehát a 19. század megpróbált világosabban látni az időben, vagyis rávilágítani arra a tényre, hogy az ember története az időben játszódik le, és a művészet a maga alkotásain keresztül ennek az időnek a történelmi dokumentációja. Jelenre vonatkoztatva ugyan a rendszeralkotás sokkal nehezebb, mert hiszen egyre bonyolultabb összefüggések elé állít bennünket ez a most már bátran mondhatjuk globális valóság, aminek tükörképe a globálisan érvényes művészettörténet. Tehát amit New Yorkban kitalálnak ma reggel, az Honoluluban ma délben már érvényes lesz, és Sydneyben estére már aktuális irányzat lesz. Tehát rettentően felgyorsultak az események, ráadásul soha nem volt mértékben befolyásolja a művészeti alkotás mozgásterét a piac. A kommunikáció egyik legfontosabb hajtóereje a piac érvényesülés, a sikerképesség. És ez már emberi dimenziókat érint, a sikerképesség, mint hajtóerő, a piaci siker, mint hajtóerő, csak más-más dimenzió számára érvényesen. Szóval itt most valóban keveredik a kortárs művészet pozícióiból kiinduló szemlélődés. Én szeretném a kortárs művészet bizonyos tényeinek, vagy markánsabb mutatványainak az irányából megvizsgálni a múltat. Mi az érvényes a jelen számára a múltból, és a múltban mi lehetett az a mozzanat, amely talán fantáziaterméknek, talán futurisztikus elképzelésnek számított, de létezett.
és amire nekünk úgy kell ránézni, mint boldog elődünkre. A művészet egy nagyon csodálatos dolog. A modern művészetnek olyan alváltozatait, mint amilyenek a konceptuális művészetnek bizonyos tájban, bizonyos szövegekkel, stb. Lejátszódó eseményeit, az üzenet érték. Az üzenet az mindig is rejtve van a művészetben. A művészeti üzenet, vagy a személyes üzenet, vagy a lelemény megvalósítása során érzett örömérzés, ezek mind üzenetértékű jelzések, és ezek a műalkotásokban többnyire benne vannak. Vannak teljesen hidegek és történelemtől elzárkózó próbálkozások, az időtlent megcélozva, és vannak az időhöz tökéletesen kötött és rendkívül pillanatnyi érvényességűnek tetsző vállalkozások is. A művészetben nagyon sok minden van, és én ezekre a különböző értelmezési lehetőségekre hívnám föl itt a figyelmet. Néhány nagyon reprezentatív mintát hozok itt elő a globális szemléletekre ma, és a globális szemléletre mondjuk a 12. században, amikor természetesen egy vallásos és egyház által stilizált világképben, vagy annak keretei között jelenik meg az ábrázolás. De van hasonlóság, van rengeteg irónia, ahogyan bizonyos korszakok önmagukat értékelik, és van irónia abban is, ahogyan bizonyos korszakok más korszakokat értékelnek. Én kiválasztok a 19. század legvégéről néhány képet, amelyek kicsit kaput nyitnak mondjuk a pornográfia felé, vagy a gicses idillek felé, és társítok hozzájuk néhány mai egyetemistának a megjegyzéseiből. Hogyan értelmezi az első pillantásra ezeket a műalkotásokat, és hogyan nevezik el Cuncinak a főszereplőt, és különféle kontenteket fogalmazhatnak a Facebook bejegyzések számára bizonyos képek alapján. Olyan szavak, olyan értelmezési keretek és formák, olyan buborékok, amelyeket a korszak maga soha nem használhatott. Nekem is egy nagy kísérlet ez, hogyan lehet a jelenből, nagy magasságból ránézni mindarra, ami mondjuk az időszámításunk előtti 10. században történt. A félreértések elkerülhetetlenek a művészetekben is. A félreértések a leggyümölcsözőbb fogalmi kategóriákhoz juttatnak el bennünket, és bebizonyosodott, hogy a művészettörténetben, a művészeti alkotásokban a személyes értelmezés az alkotó szempontjából igen sokszor félreértelmezés. És mégis érvényes, hiszen valaki valamilyen szenzuális és valamilyen elmetevékenység eredményeképpen létrehozta ezeket. És ezeknek az érvényét ilyen módon alig tagadhatjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök Kultúrszoba című magazinunkat látták. Viszontlátásra!